Végrendelet, Budapest 2000. november 3. Én, alulírott Válid Dezső, épp elmével, világos tudattal és szabad elhatározásomból úgy rendelkezem, hogy halálom esetén nem kell csinálni semmit. Képeim szétszórva, neten és CD-n minden munkám megnézhető. Minden jó helyen van ott, ahol van. A szakmába beletalálásom az váratlan történet volt. Egész egyszerűen édesanyámtól előző karácsonyra kaptam egy üres fekete fotóalbumot. Én akkor már fotóztam, avval, hogy majd a fotóimat beleragasztom. Én ezt nem erre használtam, hanem felírtam fehér ceruzával az első lapra, hogy mégis szép az élet, kérdőjel, felkiáltójel. És elkezdtem az én kedves emlékeimet, amik az élethez kötöttek, beleragasztani. Például annak a pezsgős üvegnek a címkéjét, amit az országos bajnokság második helyezettünkért 16 vagy 7 éves koromban kaptam. Meg fotókat, evezős fotókat, sajnos ezeket ma már valóban sajnálom, nincsenek meg. Evezős fotókat, de hogy ezek a fotók egy kicsit érdekesebbek legyenek, színes papírból, kis girlandokat, díszeket ragasztottam a fekete papíron hátuk mögé, és egy napon elmaradt a fotó, és alul egy fűrészfogas fehér lap volt, fölülről egy vörös, meg egy szürke lefelé mutató, tulajdonképpen nyíl, és azt írtam alá fehér ceruzával, hogy légitámadás. És ezzel megtaláltam a szakmát. Másnap a Móricz Zsigmond körteret ugyanígy leábrázoltam papírból és színes ceruzából. A kis nagylányom falá ma is ott van ez a Körtér éjjel című kollázsom. Nagyon hamar temperát vettem és avval folytattam, és egy anyám a tudtomon kívül elvitte egy festőművészhez, aki anyámat megbíztatta, és ezt így elkezdődött ez az élet. És életemben először tudtam, hogy mi akarok lenni. Hogy ez lesz a szakmám, azt nem tudtam, és nem reméltem. Az túl magas, túl szép volt. A gyerekkoromra nem szoktam visszaemlékezni, nem foglalkozom vele. Sok embernél tapasztalom, hogy mindig oda nyúlik vissza, ha gondolkodik, vagy valamire visszaemlékezik. Egy fontos pillanatra emlékszem, 9 éves voltam, amikor az iskola kezdésre, nyaralásból hazaérve íróasztalom várt a külön szobámban. Kinyitottam a középső fiókját, és benne egy bőraktatáska volt. Akkoriban még előtte hátas táskát hordtam. Ez valami módon a felnőttség érzetet kelthette bennem, mert ma is így emlékszem vissza rá. A Barcsai anatómiája volt a párnám, arra emlékszem. Érettségig körül anyám két dologot akart átadni. Édesapám pecsétgyűrőjét, családi pecsétgyűrűjét, és akkor már apám tizen megint csak 5 éve halott, és egy levelet, amit apám 45-ben hadifogságból írt ki, feltételezhetően tudta, hogy meg fog halni a fiának. Én a pecsétgyűrűt mondtam, hogy köszönöm szépen, hát én nem hordok gyűrűt, és visszaadtam. A levelet pedig nem vettem át, nyilvánvalóan az volt mögötte, engem ne utasítson, visszautasíthatatlanul egy halott, hogy mit csináljak. 56-ban 14 éves voltam,
A győzedelmes napokban lementem a húgommal, ő 13 éves volt, és ezekkel a nagy fogókkal a 14 kilós bazalt kockákat, ami barikádok volt keresztben a Bartók Béla úton, azokat szedtük szét. Mert hát akkor ugye már győztünk, és mások is ezt csinálták. Egy elhaladó járókelő ránk szólt, hogy ez még korai lesz. Aztán láttam piros és kék lábos fedőket végig szórva a Bartók Béla úton keresztben, mert arról az orosz tankok azt hitték, hogy aknák. A gimnáziumot nem szerettem, meg semmit nem szerettem. Én nem akartam semmi lenni, nem tudtam, hogy mi akarok lenni, semmi jövőképem nem volt. Életemben három szép befejezésre emlékszem. Az egyik 1976-ban, amikor az asszik kutyámat, aki egy bernáthegyi volt, fölneveltem, elajándékoztam elméleti megfontolásokból. A második, amikor ezelőtt 5-6 évvel egy gyűjtőm kivitt az Alpokba, életemben először síelni, és fekete pályán egyszer, kétszer szépen le tudtam még menni, és ezzel elbúcsúztam a síeléstől, és a harmadik elbúcsúzás volt talán a legszebb. A fiam megszervezte, hogy a 70. születésnapomra elmehettem evezni a hajógyári öbölbe. Az edző megkérdezte, hogy milyen csónakot kérek, mondtam, hogy skiffet, ami hát önmagában, ugye az egy nehéz hajó, mármint nehéz, ahhoz kell tudni evezni, ott nincs segítség. És akkor még megkérdezte, hogy hány éve eveztem utoljára, és mondtam, hogy 46. És kimentem, és megrendítő volt. Magyar Iparművészeti Főiskola nagyon jó iskola volt. Személyes barátságokkal lehet mondani a tanárokkal, akik az életüket is átadták. Szóval nem tudom, a folyosón Prusztról beszélgettünk, elhaladt mellettünk a statikus tanárunk, és beleszólt, hogy nem, az nem úgy volt. Aztán volt úgy, hogy egy szerelmes búcsúzó levelemet ebédidőben a közeli étteremben a tanáromnak adtam át korrigálni, mielőtt a lánynak odaadtam volna. Hogy a főiskolára kerültem, nagyon, nagyon beleszerettem, és mai napig egy elhagyott szerető a belső építészet, vagy az építészet, ami a japán és a francia kencsikű bunka, meg a ozsürdűi folyóiratokat rendszeresen néztük az Építőművészeti Szövetség könyvtárában. Egy gyönyörű szakma, és elhagytam a festést avval, hogy hát akkor én mégiscsak belső építész leszek. Holott leírt mondatom volt, a mai napig megvolt, első év elején leírtam a naplomban, hogy most a festészetet le kell adni a ruhatárba, és egy feladatomban 5 éven keresztül, hogy a ruhatári jegyet el ne veszítsem. 1956 után egy nem nagyon közismert erős nyitás történt az irodalom terén, olyan módon, hogy a nyugati kortárs irodalmat beengedték. Hát egy szűk intellektuál körnek. A Dürrenmatt, a Max Frisch, a Camus, és ezeket én mind végigolvastam. Egyebek mellett a Steinbeck, Érika gyümölcs kötetét is, azt hiszem az volt az első, és mai napig azt hiszem a legjobb könyve. Aztán mindent elolvastam tőle. És ott a szegénységnek a leírása, megrajzolása, az pofán csapott. Szóval mai napig hát zavarban vagyok, ha egy koldust látok, hogy szégyenkezem. Megtanultam, és ez megmaradt, hogy iszonyatosan gazdag vagyok. A tartalék pénzemmel, a nagy fekete autómmal.
a ruhával, a meleggel a lakásban, hogyha nem tudsz miért hálát adni, adjál hálát azért, hogy folyik a csapból a víz. A festőéletem első nagy emberélménye az nem a mesterem volt, akit ugyan nagyon kedveltem, hanem egy kortárs festő, akivel egyidősek voltunk, és én nagyon nagyra értékeltem már, Kecskeméti Kálmán barátom. Ő tanított meg sétálni az éjszakai Budapesten, és ő adta kezembe a Strindberg Egyedül kötetét, amiből megtanultam én is egyedül sétálni, meg fölkészített az öregségre, az egyedül létet, egy akkor 58 éves ember, aki a halálára készült, ahogy ő elmondja a mindennapjait. A főiskolára, amivel rajzzal fölvettek egy középkorú modellnek a portréja, az véletlenül megmaradt. Később, amikor én benne voltam, mint főiskola, ugyanott főiskolai tanár a felvételi bizottságban, mentünk a rajzokkal, a rajzokat nézni körbe-körbe. Ezt a képet megmutattam nekik, kinagyítottam újra eredeti méretben, hogy egy kedves barátom fiának a munkája nem ide akar felvételizni, úgyhogy felelősség nélkül, de kérem, hogy egy független szemmel nézzék meg. Kisöpörték, hogy hát sajnos nem alkalmas. 67-ben diplomáztam, 68-ban kerültünk össze Katával, viharos gyorsasággal, és nyáron meg is esküdtünk. Édesapja szerzett egy lakást a Gellért-hegy tetején. Oda költöztünk, egy aranyos kis lakás volt, kilátással a Budai Várra, a Rózsadombra és a Magas Tátrára. Én akkor belsőépítész voltam, 5 évig nyaranta a Zebegényi Szőnyi István nyári szabadiskolában tanítottam festészetet, illetve nagyon hamar ebből mozaik szakot csináltam, és aztán még hamarabb, vagy még tovább ment ez mondjuk kollázs, montázs szakká. Ott a tanárokkal együtt ebédeltünk, és én leejtettem egy süteményt. És utólag mondta Szűcs Miklós, aki aztán barátom lett, hogy nézte, hogy nem hajolok le érte. És azt mondja, azt gondolta magában, hogy ez egy vagy nagyon fegyelmezett ember, vagy nagyon fegyelmezetlen. A következő évben együtt tanítottunk, összevontuk az osztályunkat. Olyan fokon belső barátom lett, hogy minden tudott rólam. Iszonyú sokat tanultam tőle, mert egy harmonikus és nagyon okos ember, nagyon nagy szeretettel. Erről a Zebegényi nyári iskoláról valamit, például második évben fölhoztak a diákok egy 2 méteres uszadékfát, gyönyörű volt, kitettük az osztály közepére, mint egy szobor, és azt mondtam, hogy én nem mondok semmit. Amit akarnak, ebből hozzanak ki, ez a mai feladat. Délutánra azt hiszem 22 ember volt, 22 féle módon fogalmazták meg, amit ebből ki lehet hozni. A legkedvesebb nekem az volt, aki egy mesét írt róla, a benne lakó manókról. Volt, aki rengeteg gombostűt szúrt le sorba, kalapált bele, az erővonalait megrajzolni. És este összeültünk, és ez a 24 vagy 22 diák megtanulta a másik 21 szempontot. Volt, aki persze lefestette, lerajzolta, hogy lehet egy ilyen tárgyat meg, egyáltalán hogy lehet egy ilyen tárgyat nézni. 14 éves voltam, amikor Dobszai megmutatta nekem Paul Klee Seafarer, a Szindbád című képét, ami akkor nagy erejű volt számomra, és azóta is megmaradt, és az egész korai életemben Klee volt az apám. Úgy is mutatkoztam be a svájci múzeumban egyszer a titkárnőnek, rohant az igazgatóhoz. Koraiak közül a Trecento, amit Csomai szerettetett meg velem, az olasz Trecento.
Hát természetesen a sok képet néztem, és ez egy önálló egyetem volt. Az EGRI-nek a földön túli lebegése, a Csontvárinak megint csak egy világon túli lebegő világa, ami nagyon, nagyon markáns, fanyar és ugyanakkor boldog. A Derkovicsnak ámultam a kompozíciós ötleteit, és hát a magyar festők közül, meg kevés magyar festő tudja a színeket, ő aztán fantasztikusan tudta. De hát aztán van a Morandi, aki hitelesítette az életemet avval, hogy nem erkölcstelenség 25 évig ugyanazt a témát festeni. Ez nagyon jól jött nekem, és nagyon szeretem a munkásságát. Aztán később sok képet láttam, hát, és ezért is mentem ki elsősorban New Yorkba, a Metropolitan Múzeumba. Legalább 10-15-ször voltam minden nap reggeltől estig. A kocsmái és a éttermei azok, amik nagyon nem érdekeltek. A látvány, az élet és a távolságok, a terek, az utcáknak a dinamikája. Persze múzeumból jövet és múzeumból menet. Nagyon szerettem azt a várost. Rothkót nagyon hamar megismertem, az megrázó az életműve. Mai napig is, hogyha elvesztem a bizalmamat a nonfiguratívban, vagy az absztraktban, akkor hozzá folyamodom, mert tökéletesen hitelesíti ezt a területet. Az egy sziget, az egy csoda. Mindenki csoda persze, vagy mindenki sziget. A Schiele, aki végig horgol egy nád, vagy egy cseréptetőt, úgyhogy 100 számra a cserepeket végig rajzolgatja, és ugyanakkor olyan borzalmas, intenzív és halálos vonalai is vannak. És hogy ez egy emberen belül, ez a kettősség. Véletlen eltévedtem egy barátomat. Hát konkrétan a Szűcsöt kísértem el egy esti misére, vasárnapi misére, ahol az atya azt mondta, hogy térjetek meg, azt mondja, dicsőítsétek az urat napi 20 percet, és üdvözültök. Én szeretem a számokat és a konkrétumokat. 20 perc. Ezt tudom. Másnap fölkerestem az atyát, hogy ezt hogy értette pontosan, és kitettem egy magnetofont az asztalra, hogy ne felejtsem, amit mondom, minden utólag jól röhögött, mert az államvédelmi folytonosan lehallgatta. De tényleg Isten megtréfált, hogyha én a számokat szeretem, hát tessék, itt vannak a számok. Hát valóban egy órát imádkozom reggelente, inkább 58 percet. Az ima közösségben napi feladatként én két ima szándékot kértem mindenkitől. Imádkozunk a budai ferences rendért, és imádkozunk a mindenkori kormányfőért, ez hol Gyurcsány, hol Orbán. Isten kegyelmébe ajánljuk a napi munkájukat, és Isten szeretetébe. Ha jól emlékszem, Gányszürmerben van az a Matisz kápon, ami világhírű, és egy nagyon kedves öreg apáca bevitt. A keresztút, ami nagy hírű, azt nagyon megnéztem. És hazaérve hosszú munkával végeztem el magamban, hogy ez nem tetszik. És akkor valahogy beugrott, hogy hát megpróbálom én logókká formálva egy-egy stációt, nagyon egyszerű grafikai jellé elkezdtem rajzolni, akkor éjjel-nappal, hatos villamoson mindig ezt próbálgattam, sok változata született, és aztán megcsináltam. Később ezt egy ötlettel újságpapír háttérre csináltam meg,
20 évvel később visszatért a téma, akkor egy Ausztráliában lévő papbarátom kért egy keresztutat postán magának, akkor ezt megcsináltam, és a rendszerváltás évében jutott eszembe, akkor hónapokig gondolkodtam előtte, és megcsináltam ezt koldus fotókból, 1930-as budapesti koldus fotókból. Ezt a keresztutat meglátta a Mozgóvilág főszerkesztője, és azonnal elkérte publikálni. Mondom, hát ez 14 stáció, ezt hogy képzeli elrendezni? Tehát oldalanként egy, ami döbbenetes volt. Viszont azonnal rájöttem, hogy ezek négyzetes formájú fotók, és téglalap alakú az újság, és összecsattant egy ötlet. Én pár évvel korábban egy lelki gyakorlatot vezettem, és ahhoz csináltam a pácienseimnek egy listát, hogy ki mindenkinek kell az életben megbocsájtani, amit randomban a 14 stáció fölé fölírtam, aminek semmi köze a stációkhoz, de mégis végzetesen köze van, és hogy ez ne legyen fölülről jövő kiokítás, tanítás, ezt az akkor azt hiszem 6 éves kisfiammal irattam meg, aki időnként eltévesztette a betűket és rémülten rám nézett. Mondtam, nem baj, húzd át és folytasd. Békét akarsz magadnak is? Egyszer és mindenkora meg akarsz-e bocsájtani mindenkinek? Azoknak is, akik büdösek, a boltban becsaptak, gumibótot hordanak, rosszul javították meg a vízcsapodat, félrekezelték édesanyádat, akiket a mamád utál, ellenségei minden hitnek, gyűlölik a magyarokat, tehetségesebbek nálad, nem figyelnek rád eléggé, lehányják a lépcsőházat, bömböltetik a magnót éjjel, nem adták neked kölcsön a nem hitték el neked, hogy másra randevúztak helyetted, szebbek nálad, egyszerűen csak jól elkéstek, megvertek, vagy szüleidet, akár csak sportban, gazdagabbak, fecsegősek, megették a tízoraidat, tehetségtelennek tartanak, megmosolyognak, eltörték a kedvenc bögrédet, vezetnek téged pedig alkalmatlanok rá, pornót készítenek, öregek és csak a macskájukat szeretik, túl nagy fülbevalót viselnek, meg akarsz-e bocsájtani Hitlernek, minden diktátornak, minden nációnak, meg tudsz-e bocsájtani az atyának, hogy jobb sorsot szánt neked, és ezért most keresztbe tett neked, és magadnak, hogy a múltkor olyan csacsi voltál, és hálát akarsz-e adni mindezekért. Van egy barátom, aki 5 évenként rákérdez, hogy hogy lehet, hogy egy műtermet festek 20 éve, és egy kereszt soha nincsen a falon. Erre az a válaszom, hogy nem attól szakrális egy kép, hogy bocsánat, Jézuska van rajta. A Pilinszky azt mondta, hogy szakrális művészet az tautológia, vagyis szóismétlés. Az én fogalmaim szerint minden kép fölfelé mutat, ami valamit ér. Én úgy mondom, hogy egy villanás időre megmutatja Isten köpenye szegélyét. Minden jó mű fölfelé néz, ki hogyan fogalmazza, mi a világnézete. A jobb felé, az vágyott jobb felé, erre buzdít, erre való az egész, ezért okoz vágyat, ezért okoz örömet. Ahogy elkezdtem a festést már teljes erővel, hogy 2 évvel a diplomám után szabadúszó lettem, tájképeket festettem, alkotóházakba jártam,
És az egyik tájkép részletet kitakartam egyik sarkát, hogy az úgy nagyon jó volt. Ami nem olvasható volt már rajta, hogy ott egy fatörzs van és egy hegyoldal, az a címe, hogy Angyali üdvözlet. Fölfedeztem a nonfiguratívot magam számára, és 10 évig ebben boldogan lubickoltam, míg valami módon megrettentem ettől a szabadságtól, mint elég sokan mások is. Én akkor már zsidó temetőket fotóztam egy véletlenből adódóan 1-2 évig. Ezt egy ilyetemben lefestettem az egyik képet, és egyáltalán nem szakrális okokból, hanem technikai és formai, vizuális okokból kiderült, hogy ez nekem nagyon fekszik. Ez itt nagyon pontosan meg tudom azokat a ritmusokat, formákat és színeket csinálni, amit én szeretnék. És ez egészen tartott körülbelül 3 évig, 160 temetőt, képet festettem, amikor láttam, hogy ezek egyre gyengébbek, és akkor ezt egy kemény ütéssel vagy mozdulattal abba hagytam, hogy akkor ez nem. Amikor ugyancsak egy fotóm került a kezembe, egy műtermemet ábrázoló fotó. Én a műtermemet nagyon sokat fotóztam, mert az összes kiállítás plakátom műterem fotó volt, valahogy ezt kedveltem. Egy ilyent elővettem, és itt rezzenetlenül megtaláltam azt, bizarr módon, amit előzőleg a zsidó temetőkben, hogy azok a formák, arányok, ritmusok és színek, amiket én szeretek vagy szeretnék csinálni, hogy az itt kontinuisan, egész egyszerűen folytatódott ez a világ. Érettségi körül adta a kezembe a történelem tanárom a Seneca leveleit, és rögtön elajándékoztam a több száz kötetes könyvtáramat, és mindent egyebet is, amit lehetett, ami nem volt fontos. És ez mai napig megmaradt bennem, talán modorosság is valamennyire, de talán tiszta szívből ezek engem mindig segítenek. Például a lelki nehezebb órában ez tovább visz, ha a fölöslegeimet kidobom. Mai napig valahogy úgy érzem, hogy nekem úgy etikus, csak úgy etikus élni, ha ilyen értelemben szegény maradok. Úgyhogy ez a mentalitás, ez rezzenetlenül vagy probléma nélkül átmentődött a munkám világába is, és a mai napig megkönnyebbülés, hogyha a vizuális környezetszennyező közepes vagy gyengébb képeimtől megszabadulok. Ez időnként egy áldásos munka folyamat, és nagyon hálás vagyok, amikor a tehetségem létrejön nagyon ritkán, hogy észreveszem egy képről vagy képcsoportról, hogy ezek rosszak. És akkor kapnak esetleg még 1-2 hónapot, de amennyiben nem, hát akkor az a dolgom, hogy a kis szovjet körfűrésszel kapcsolatba hozzam őket. Ez se nem hisztéria, sokkal inkább egy megnyugvás. Hogy nem csináltam bajt a világban, hogy rossz képekkel nem árasztottam el. A Fiatal Művészek stúdiójával viszonylag fiatalon kivittek minket Párizsba egy közös kiállításra. Egy 3 vagy 4 képemet vitték ki, és ott árazás, meg az Grand Palais szóba került, és ilyetten jöttem rá az Ékszerkereskedő vasárnapja című képemet. Én akkor nagyon fontosnak tartottam, és beírattam a jegyzőkönyvbe, hogy ezt nem adom el. És abból jöttem rá, igen hamar, hogy én nem a német, nyugatnémet fogorvosoknak akarok festeni, hanem akármilyen patetikusan hangzik az én és a te unokáidnak, ennek az országnak. Itthon is maradt az úgynevezett életművem,
Most már mindegy, és bizony ezt feloldottam, és most már itthon van, ami kell, és jó helyen van, ami kell, ami megérdemli. Úgy gondolom, hogy egy kisebb része a magyar kultúrát építi annak, amit csinálok. Ezért nem engedtem a képeimet külföldre, és ezért ajándékoztam a jobbnak gondolt munkáimat múzeumoknak. Az írás váratlanul fontos dolog lett számomra. Megdöbbenve vettem észre visszamenőleg 20 évre, 30 évre, hogy én nem az életet végigcsináló és eltűrő ember vagyok, hanem végig élvező ember vagyok, tele boldog pillanatokkal, örömökkel, amiket elfelejtettem, hogy én ebben élek. Az írás ezt nekem pofán csapott, megmutatta. Felnőttként reggelente futottam és jogáztam 14 évig. A jogát azért hagytam abba, mert megtaláltam a Lukács úszodát 1990-ben. Azóta ott naponta 1200 métert úszom. Amikor feltalálták az internetet és a blog lehetőségét, én azt megcsináltam elég hamar, nem ebben a szándékkal, hanem egész pontosan azért, hogy az Opus jegyzékem ne egyetlen golyostollal írt példány legyen. Ebben ez nem hiúsági kérdés volt, hanem hogy egész egyszerűen, amit csináltam, az, ha kell, valakinek elérhető, megtalálható és pontosítható legyen. Úgyhogy megcsináltam a teljes Opus jegyzékemet, minden képemet, fotómat, grafikámat, kutyafülét föltettem, beszámozva, adatolva. A honlap ezért készült. A negyedik napon Szűcs Miklós barátom azt mondja, hogy öreg, ez nagyon klassz. Akkor ez még nem nagyon volt. Mai napig nem nagyon van életmű katalógus interneten. Ez nagyon klassz, megnézik, mit festettél, aztán megnézik majd fél év múlva. Szóval kellene valami aktuális is. És azonnal becsattant, hogy ezeket a havonta írt leveleket, amiket cédulánygyűjtök, ezt át kell tenni internetre, és azonnal kiderült, hogy ezt nem havonta kell írni, hanem naponta. Kiegészült avval, hogy itt fotóztam is, meg a festményeim is megvoltak. Tehát az életemet képekkel és szövegekkel azóta naponta írom, most már én nem tudom, 14. éve, ha jól számolom. Most napi 130 körüli olvasom van, és egy új baráti kör, mert visszajeleznek, fölteszek egy félig kész képet, és akkor kapok egy levelet azonnal, hogy túl piros. Előfordult, hogy azonnal átfestettem a korrektúra egy teljesen ismeretlen embertől. Kanadából kapok egy levelet, hogy itt vagyok két gyerekkel, a férjem elhagyott, a nyelvet alig tudom, tökéletesen magányos vagyok, haza nem mehetek, mert itt van a két gyerek. És ezért egy pár levelet váltottunk, hogy valami magyar szót, gondolatot halljon. Nagyon szeretek írni, bűnösen szeretek. Nagyon jó nem írni, gondolkozni. A politikának valószínűleg mindig van kapcsolata a művészettel, és fordítva is. Én erről nem nagyon tudok. Szóval ezt azokra hagyom, akiket ez inkább érdekel. Én szűkösebben csak a saját területemre nézek. Hogy egy kép gondolatból indul, ez azt hiszem Altamirában elkezdődött. És a szent képeknél erőteljesen folytatódott például a portréknál. De amikor nyilvánvalóan megrendelésre készültek a 19. század végén a
a Grand Canyont ábrázoló 4 méteres amerikai táblaképek, vannak köztük ámulatosan gyönyörűek. Ott is valami ki volt találva gondolatilag előre. A másik véglet is létezik, és éppen úgy létezik. Én egy képet, sokáig szégyeltem magam mellett is bevallani, 3 percre nem látok előre. Tehát nem, hogy tervem nincsen, hogy hova akarok eljutni, de még utam sincsen. Valami történik, amit aztán sebesen igyekszem kijavítani. És ha eljutottam egy nyugvó pontra, akkor keresem a következő lépés helyét, ami nem annyira ingoványos. A mű az mindig az a célja, hogy felemeljen téged lélekben, szellemben, a legfontosabb dolgokra irányítsa a figyelmedet, önvizsgálatra, szerelemről, halálról, életről, szenvedésről, örömökről szól. Hogy a művészeknek ebben mi a szerepe, az egy kérdéses dolog, mert ez titok. A művész egy nagy kondérba beletesz szárított denevér hájat, gilisztákat, macskabelet, szarvasbogarat, darazsakat. Ezt az egyet aztán keveri nagy fakanállal hetekig, hónapokig, 1-2 évig, akkor egy füstlobot vet, és ott csillog a színarany. Ez alkímia. Nem tudni, hogy miből, mi lesz, mikor lesz-e valami belőle. Ez a szakma. A Katát 7 év kezelés után meddővé nyilvánították, és akkor örökbe fogadtunk egy kislányt. Belementem, rettenetesen féltem a helyzettől, féltettem a munkámat, a szakmámat, de hát ezt, ilyet egy nőtől nem lehet megtagadni. Nem volt választás, egy kislányt elvihettünk, ha akartunk, a ház fűtőjének a protekciójával, mert egyébként éveket kellett volna várni. Isten csodája volt, amikor megláttam, minden félelmem elmúlt. Nagyon megszerettem. Vártam neki egy kutyát, daxi kutyát. Én elől az orrát vartam. És ő magát úgy simogatta. Azokban az években nem tudtam elképzelni, hogy egy fiúgyerek mire való. De a Zsófi az anya hasára ráfeküdve beleimádkozott egy gyereket. Minden orvosi csoda, minden orvosi elképzelés ellenére megszülte a Mikit, akivel volt talán 2 nagyon boldog évem, amikor óvoda, vagyis bölcsöde helyett velem volt 2 évig a műteremben. Szerintem az alatt a 2 év alatt művészt formáltam belőle. Hát ezek most már nagy emberek. Azt a részét nem szeretem, hogy engem vagy másokat ott magasztalnak. Ezt mindig megkerültem. Nem szakembereket kértem meg kiállítás megnyitóra, hanem barátaimat, akik lehetőleg hülyéskednek. Hölgyeim és uraim, a Lukács uszoda hossza, a medence hossza 28 méter, 49 centiméter. Lemértem. Minden reggel fejessel kezdem, és ebből az egy alkalommal, ebből az egy hosszból megpróbálom ezt a hosszot teljességében végigúszni. Úgy értem, a víz alatt. Ez az elmúlt időszakban körülbelül 6500 próbálkozás volt, ismétlem napi 1. 8 alkalommal sikerült. Köszönöm, hogy itt vannak. A kiállítás megnyitóim sorában a Szücs
barátom mondta legtöbbet, az utolsó beszéde volt számomra a legkedvesebb, amit el is döntöttem, hogy ezentúl mindig csak ezt olvassák föl, és ez többször már meg is történt, amiben az életem utolsó fél óráját, pontosabban a halálomat meséli el. A vattakabátos. Már jócskán alkonyodott. A völgyet pára borította, elmosván az éres körvonalakat, estére minden tárgy egymásba simult. A hegy felső harmadán a nap még élesre rajzolta a kupacokban összekapaszkodó fákat, kiemelve a lejtő nappal sohasem érzékelhető finom domborulatait. Egy ember baktatott felfelé a hegyre. Kockás flanelinge a 60-as évek rock'n'roll divatját idézte. Alul rövid nadrág, amit kívülről nézvés legalábbis teljesen fölösleges, kétsíkos hózentráger tartott. Lábán láthatóan tartós használatra vett, kicsit ormótlan félcipő, szürkészöld amúgy zokni. Vállán susszerszegecsekkel megerősített, meglehetősen viseltes, barna oldaltáska, formája, mérete feltűnően pontosan feladatához igazítva. A férfi nyakában becsúsztatva a flanelin kivágásába madzagon lógó fémcsipesz, belé fogva egy spirálos jegyzett füzet. Rövid őszes haj, ugyancsak ősz, rövidre vágott ritkás kecskeszakál. Komótosan, egyenletes tempóban baktatott felfelé a hegyre. Néha megállt, és fémkeretes szemüvege mögül rövid távolságokhoz szokott szemét kicsit összehúzva, nézett le maga alá a völgybe. Bólintott és indult tovább felfelé. Fenn, nem messze a hegygerincről egy másik férfi ült egy lapos kövön, vattakabátos hátát egy sziklának támasztva. Bicskájával egy faágat farigcsált. Néha feltekintett, messziről észrevette a völgyből felfelé ballagó embert. A rövidnadrágos férfi lassan közeledett, nem nézett föl a szikla mellett ülő emberre, tudta, hogy várják. A gerinchez közeledve sem változott mozgása, nem tűnt sem fáradtabbnak, sem nyugtalannak. A sziklához érve, ahol a farigcsáló ember várta, megállt. Komótosan lerakta váltáskáját, kinyitotta, és egy sárga, fél literes citromlés műanyag flakon vizet húzott elő. Lecsavarva a kupakot, meghúzta a flakont, majd kérdőn a másik férfinek nyújtotta. Az elvette, ő is ivott, és visszaadta a rövidnadrágosnak. Az gondosan visszatekerte a kupakot, és a flakont egy kőre állította. Ennyi? Kérdezte a vattakabátos. Ennyi, válaszolta a jövevény. Család, gyerek, asszony, két gyerek, unokák. Ja, meg volt egy Bernát hegyi. Rágyújt? Kérdezte a vattakabátos, és egy gyűrött cigarettás csomagot nyújtott felé. Vakarózni szoktam. A vattakabátos bólintott. Kihúzott a csomagból egy szál elgörbült cigarettát, szájába illesztette, és a zsebéből gyufát kotort elő. Rágyújtott. Aztán még? Kérdezte maga elé fújva a füstöt. Aztán? A szakállas ingébe nyúlt, előhúzta a jegyzetfüzetét és fellapozta. Hát képek! Sok? Kérdezte újabbat szippantva cigarettájából a vattakabátos. Elég. És jók? Ami tellett. Szerelem, vadszenvedélyek, képek. Szeretet, áldozat, igen, képek. Rend van? Rend. Elhallgattak. Békésen, csöndben üldögéltek. Na, menjünk lassan, mondta a vattakabátos. Kidörgölte a parazsat egy kövön a cigarettájából. A csikket kiegyengette, és a bicskával együtt zsebre dugta. Felállt és elindult lefelé a gerinc túloldalán.
A másik visszarakta a műanyag flakont a helyére, becsukta és vállára vette bőrtáskáját, és füzetét ingébe visszadugva utána indult. Thank you.